magzatnak nevezi, amit most már nem mondják, hogy pillanat, mert arról már lebeszéltük őket, de fogantatástól a magzati az alaptörvény, ami azt jelenti, hogy van egy az abortusz szabályozó önálló törvény, és azt mondod, Laci, egyébként egyetértek veled, hogy ha valaki, akinek szabad az Alkotmánybírósághoz fordulni, bár ez egy nagyon korlátozott kör ma már az alaptörvény alapján, és azt kéri, hogy a jelenleg hatályos abortusz szabályozó törvényt az alaptörvény alapján semmisítse meg az Alkotmánybíróságnak nincs más lehetősége, mint meg kell semmisítenie ezt. Igen, igen. De Orbán Viktor nagyon nagy lelkű lesz, és akkor csak leszalámja. Hát lehet, hogy az első szelet az elég vastag lesz, de a tipikus dolog az, hogy ilyenkor a leszalámizás folyik. Először megengedik az abortuszt mondjuk nemi erőszak esetében és vérfertőzés esetében, stb. De minden esetre hát nagyon nagy megszorítás lesz. De hogyha már kimondtuk ezt a fél mondatot, ez egy mondatnak az egyik fele, annak a mondatnak a másik fele az a emberi méltóságot vonja be az alaptörvénybe. És itt a nagy baj az, ugye, hogyha egy mondatban van az a magzat védelme és az emberi méltóság, akkor a kettőt egy szintre hozzuk, tehát akkor a magzat védendő, mert az emberi méltósággal rendelkezik. Na, ennek a nagy baj az, hogy az emberi méltóságnak legalábbis szerintem és sokak szerint az egyik legnagyobb, legfontosabb része az önrendelkezési jog. Na, mivel a magzatnak nincs önrendelkezési joga, ergo az emberi méltóságban nem kell beszámítani az önrendelkezési jogot. Tehát lényegében ezzel a mondattal most azt mondod, Laci, hogy kivette az önrendelkezési jogot a nem magzat, hanem a már élő emberek. Hát igen, mert a méltóság ugye, hogyha... A méltóság fogalmából. Igen, igen. Anna, mennyire... Ezt nem tartom elég jó érvnek. Csak ezt nem tartom elég jó érvnek egyébként. Mert szerintem, hogy... Őszülőnek sincs önrendelkezési joga, meg az állatoknak sincs, amelyekre még valamilyen korlátozott méltóság szintén vonatkozik. Hát én szerintem az önrendelkezés és a méltóság az nem ekvivalens, vagy nem fedi le egymást teljesen. Része az önrendelkezés a felnőtt ember méltóságának, ez biztos. De ez nem volna elég erős érv szerintem, mert ugye az újszülött sem rendelkezik önrendelkezéssel. Úgyhogy én nem ezzel érvelnék. De mennyire, bocsánat, mennyire... látod veszélynek, hogy megváltoztatják a jelenlegi szabályozást. Ja. És még volt előtt egy másik kérdésed, hogy ez mennyire aktuális. Mennyire aktuális. Igen, és nekem arról az jutott eszembe, tehát, hogy én szerintem nincsen kevesen egyébként, tehát ez már egy visszavonom, nincs vagyunk kevesen. Nagyon meg vagyok tisztelve, hogy ennyien eljöttek erre a témára, nem őzött nekik. Kicsit meg is vagyok lepve, mert ezzel szemben én azt gondolom, hogy már most folyik az a politikai, már hosszú idő óta azt a politikát műveli a mostani kormányzat, sőt, ellenzékben is ezt művelte, hogy olyan sok fronton nyit egyszerre vitát, vagy küzdelmet. Vita nincs. Bármit, tehát olyan sok frontot nyitett volna a helyes kifejezés egyszerre, hogy az ember megkapkodja a fejét, és nem tudja, melyikhez nyúljon, és hova rohanjon éppen. Tehát azért is vannak minden témánál kevesen viszonylag nehéz összeszedni embereket, mert hol az egyik ujjunk fáj, hol a másik fülünk. Tehát minden bajunk van, és állandóan kapkodunk a témák után. Úgyhogy ez az egyik ok, ami miatt igen, hát ez nagyon aktuális, mint minden más, amiben mostan kínlódunk, elég sok probléma van. A másik az, hogy mennyire látom veszélyesnek. Én most aktuálisan nem látom elég veszélyesnek. Itt igaz, itt lóg fölöttünk, mert akkor meg lehet csinálni, ha rászorul valamiért a kormányzat, hogy oda csapjon egy jót ebben az ügyben, akkor megteheti, mert hiszen benne van az alaptörvényben, és nem zavartatja magát, ne féljünk attól, hogy a múltkor azt mondta, le van írva,
hogy de ne féljünk, nem áll szándékában a kormányzatnak az abortusz törvény szigorítása, emlékszünk, abban a pillanatban, hogy meghozták az abortusz... De nem a kormány fog csinálni a szigorítást. Ez igen. A trükk benne. De az se zavarná őket, mert én tegnap találtam egy csomó olyan anyagot, amiben egy évvel az előtti ígéretüket éppen megszegték. Tehát ez nem probléma, miatt nem kell aggódni. Hát egy konkrét példát tudunk mondani. Én a nyugdíjnak néztem utána ott. Hát én a legkomolyabb példának azt tartanám, hogy nem fognak új alkotmányt csinálni, azt mondták. Ja, igen, igen. De most, mit tudom, 2010-ben azt mondták, amikor megváltoztattak a nyugdíjszabályt, hogy ne tessék aggódni, ugyanazok a kedvezmények viszont érvényben maradnak, és csak nyugodtan tessenek, és minden úgy lesz, ahogy volt, és 11 hónapon belül megszűntek mindazok a kedvezmények, amelyeket ottan felsoroltak, hogy azok mindig életben maradnak. De szóval ez nem zavarja őket. Hanem azt gondolom, hogy ez most nem volna nekik célszerű. Tehát most egy ideig nem tartom veszélyesnek ezt politikailag. Politikailag, illetve hát ez olyan felháborodást kelten az emberekben, emberek többségében, hogy ezt nem tartom veszélyesnek most. Itt arról van szó, hogy a kormánynak nem kell tenni semmit. A kormány betette az alaptörvénybe ezt a ketyegő bombát, sőt, a kormány lehet a jó fia, aki a nők védelmébe jön, és harcolni fog azért, hogy bizonyos esetekben legális legyen mégis, és az Orbán Viktor, ő lesz ennek a harcosa, hogy a nőknek mégiscsak van valami, nem joguk van, de van egy problémájuk, ugye, ez egy probléma. A jogot valószínűleg nem fog említeni. De én értem, Laci, amit mondasz, de annyira szűk azoknak a köre, aki az Alkotmánybírósághoz fordulhat, hogy... Zsebükbe van. Hogy nagyon nehéz azt mondani a kormánynak, hogy nem ők kérte meg a saját frakciójának a tagjait, hogy az Alkotmánybírósághoz forduljon, mert ugye a kormánynak van frakció, és nem fordítva. Nagyon közel vagyunk a választásokhoz már is, és a nép nem tud különbséget tenni az alkotmány, az alaptörvény létrehozói és a kormány között, az Alkotmánybíróság és a kormány között, a benyújtó és a kormány között. Tehát a szavazó számára ez az egész azok ott fönn, ez egy akkora katyvasz. De nem parlamenti képviselőknek van jogunk az alkotmány. Értem, de a szavazónak nem fogod tudni megmagyarázni, hogy nem én kormány, nem én. Nagyon szűk a kör. Most azért akarnék én leragadni ennél az Alkotmánybíróságnál, mert a emlékeim szerint, bár nagyon távoliak, tessék segíteni nekem, igenis volt az Alkotmánybíróság előtt a 90-es években az abortusz kérdése. És azért emlékeim szerint az a kis apróság, hogy magzatnak hívunk egy embriót, vagy embriónak hívunk, vagy zigótának, ez nem egy lényegtelen különbség. Tehát én még mindig ennél a mondatnál szeretnék megállni, hogy van egy alaptörvényünk, aki a fogantatás pillanatával, vagy a fogantatástól... A fogantatástól kezdve magzatnak hív valamit, ami nem magzat. Igen. Mindegy. Nem mindegy. Hát nem mindegy. Mit mond az orvostudomány, mikortól magzat a magzat? Hogyha ti nők nem kezdtek most összefogni, nem kezdték megtanulni, hogy miről van itt szó, ennek a szókincsét elsajátítani. Mert különben úgy átrázzák ezt a dolgot, mint a rongyot. Szóval nem lesz ez probléma. Az Alkotmánybíróságnak nincs alkotmánybíróság, mint olyan. Hát ez egy olyan testület, amit nem lehet bíróságnak nevezni. De? Hát aki minden bírói gyakorlat nélkül az Alkotmánybíróság tagja lehet, hát akkor felejtsük el, hogy itt egyetértek. Jövőben még rosszabb lesz, mert azt hiszem ketten. Igen. Egyetértek. Igen. Itt megint egy kicsit nem értek egyet. De nagyon nehéz megfogni a dolgot. A ti nők kapcsán merült föl bennem az, amit mikor itt sétáltam és vártam, hogy gyűjjön össze a közönség, akkor meglepetve tapasztaltam, és elhatároztam, hogy el fogom mondani. Én is megkérdeztem volna. Igen, én női jogokkal foglalkozom, nem vagyok jogász, hanem női jogvédő vagyok. Ez a tevékenységem. Nem köszönöm. És
másfél évtizede vagy még régebben rendszeresen veszek részt olyan fórumokon, ahol a női jogokról van szó. A nők elleni erőszakról, a prostitúcióról, a foglalkoztatásról, a Isten tudja mindenről. A múlt héten, két hete voltam egy nagy létszámú konferencián, ahol a nők és a férfiak közötti úgynevezett bérrésről, vagy bérszakadékról volt szó. Olló. Mindegy. Tehát a különbségről. Hát minden esetben lasszóval kell keresgélni a férfiakat. Én most, amíg elkezdtél beszélni, összeszámoltam. Az a fele, hogy a fele a jelenlévőknek férfi, körülbelül és a fele nő. Bocsánat, vagy egy van némi közünk a fogadtatáshoz. Na, igen, de azt hiszem, az Anna is erre gondol. Bocsánat, elismert. Az olóhoz is, tehát a béréshez is, a nők elleni erőszakhoz is, a prostitúcióhoz is, mindazokhoz a kérdésekhez, amikről az előbb beszéltem, tehát a nemek közötti egyenlőtlenség, egyik oldalán vannak a nők és a másikon a férfiak, menthetetlenül. Tehát mindegyikhez pont annyi közük van a férfiaknak, mint a nőknek. És mégis egy abortuszról szóló, abortusz problémáról szóló beszélgetésen én soha életemben ennyi férfit a női jogokkal kapcsolatos társalgáson még nem láttam. Mondom, egy-kettő szokott lenni jó esetben, de van, hogy egy sincs. Na most, tehát mi nők, című kérdésre visszatérve, azt tudom mondani, hogy igen, nekünk nőknek először is talán azt kéne megfogalmaznunk mindannyiunknak, hogy akármelyik formájáról beszélünk is annak a megfogant valaminek, a tőlem lehet zigóta, a magzat vagy embrió, annak a elvétele vagy abortálása nekünk nem célunk. Tehát mi nem azért fogunk bele a szexbe, a szerelembe, a párkapcsolatba, hogy utána egy jót abortálhassunk, lehetőleg művileg. Tehát ez nekünk nem célunk. Nekünk a jogaink nem az abortuszhoz fűződnek, hanem az abortusz mentességhez fűződnek természetesen, és hát a nem kívánt terhesség elkerüléséhez, vagy végső esetben annak persze megszakításához is. Én semmilyen módon nem volnék pártján annak, hogy megtiltsák a terhesség megszakítást, a művi terhesség megszakítást, és én, hogy úgy mondjam, tojok rá, hogy Rigótának, vagy minek hívják azt, hogy én nem értek hozzá, én nekem ez... Ezt én beszélgettem itt, szemmásokkal. De én azt is problémának látom, hogy az, például az alaptörvény, amit én is egy gazemberségnek tartok, az az egész dolgot egy olyan kontextusba helyezi, de általában is a vita egy olyan kontextusba helyezi ezt az egész kérdést, hogy a nőnek, vagy a gyereknek, vagy magzatnak, kibótának, bárminek, a jogai, a béltósága, élete, vagy milyen az előbbre való. Vagy tehát melyiké az előbbre való, melyiknek a jogai a fontosabb. Előfordulhat, előállhat az a helyzet, hogy ebben a kérdésben is dönteni kell, de ez már egy kényszerhelyzet. Az igazi kérdés az az, hogy kinek van joga ahhoz, hogy következmények nélkül előállítsanak nem kívánt terhességet. És ez, én belátom, hogy a nők, hogy úgy mondjam, biológiai értelemben kényszerhelyzetben vannak itt, és nagyon nagy örömmel olvastam itt ebben a professzor úrnak a szövegében azt a részt, amelyik arról szól, hogy sajnos mindig is vannak férfiak, akik nem tudják elfogadni ezt a női autonómiát, és visszaélnek fizikai erőfölényükkel, de a modern jogállamokban ma már a házasságon belüli nemi erőszak is büntetendő. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a férfiak elismerik a nők testük feletti autonómiáját, így vannak nem is kevesen, akik fizikai nemi erőszak helyett a nők önrendelkezési jogának törvénybeli korlátozásával akarják a nők feletti hatalmukat bizonyítani, érvényesíteni. Milyen egyetettek? Abszolút azt mondja, amit én is gondolom. Nem tudom, miről fogunk itt vitatkozni. Jól elhozni. Nem kell vitatkozni. Itt az, szerintem itt egész másról kéne beszélni. Hatalmas különbség van, hogy az egy zigota, egy preembrió, embrió, egy első trimester, vagy hívják? Trimester magyarul is. Trimester magzat, második vagy harmadik. Hatalmas különbség van. És azt hiszem, hogy itt azt kell elfogadni, hogy minden formája a reprodukciónak
vagy a reprodukció termékének védelmet érdemel meg. És minden állam biztosítja ezt a védelmet. Nem csak a megtermékenyített peteseidnek, hanem minden peteseidnek. Na most ez egy általános kérdés. Ez egy általános védelem. Petesejtet védi az állam. Hogy? Tehát, hogyha egy új orvosságot engedélyeznek, vagy egy étel adalékot engedélyeznek, az egyik egy új kémiai családról bizonyítani kell, hogy ennek nincsen káros hatása a petefészekben lévő petesejtekre. Ugye? Mert az a kincsünk. De spermiumokra is. Spermiumokra is igaz. Ez általában igaz, de nem annyira, mert milliószámra gyártjuk őket, és ezek nincsenek tárolva a testben. A petesejt az majdnem végleges formájában van tárolva a testbe gyerekkortól kezdve halálig. Mert még a menopauz után is vannak élő petesejtek. Tehát ezt a kincset védeni kell az államnak. Az a kérdés, hogy egyedi védelem, ami annyit jelent, hogy a tekket föl kéne duzzasztani, mondjuk 100 000 ember a tekket. Elgondolkodtam, hogy mi a köze a teknek ehhez. Igen. Hát, hogy minden ivarérett nő mellé odaáll csak valaki. Szokárendőség az ebben. Aki egyedi. Minden ivarérett nő mellé egy teket. Igen, egy teket. Aki őrzi a petesejtőt. De miben őrzi? Hát mondjuk ilyen például röntgenvédő, sugárvédő. Ne, az benne van a törvényben. De az egyedi védelem az más, mint az általános védelem. Na most az egyedi védelmet csak akkor lehet biztosítani, amikor az állam tudomást szerez ennek a élőlénynek a létezéséről. Na most én azt hiszem, hogy teljesen elfogadható lenne az, hogy nem törvényileg, de hogy a társadalmi szokásba behozni azt, hogy amikor egy nő megtudja, hogy terhes, akkor eldönti, hogy megtartja, vagy nem tartja meg. És ez különböző alapon döntheti. Hogyha eldönti, hogy megtartsa, akkor ezt már kéne ünnepelni. A társadalom szereti a ritusokat. A ritusnak nagyon jó lélektani hatása van. Tehát akkor össze kell hozni az egész baráti kört, rokonságot, és megünnepelni ezt a terhességet. Azt, hogy ebben a nőben van egy új élet. És lehetősége. Hát lehetősége, de akkor élet van. Ugye? Amikor tudja. Szóval a görögök azok nagyon okosak voltak, azóta azt hiszem, hogy bölcsességben csak visszafelé fejlődtünk az ógörökökkel fogva. Az volt az elfogadott, hogy amit az angol, még az ipari forradalomnál is úgy hívtak, hogy quickening, tehát amikor megmozdul a mozdulat, onnantól kezdve élő. A görögöknek több szava volt az élőre, de akkor, amikor megmozdul, az anya érzi, hogy benne van egy élet, akkor kéne egy nagy ünneplést tartani. De gyönyörű szépek ezek a ritusok. Onnantól kezdve az állam tudja, hogy ez a magzat létezik, és egyéni védelmet is biztosíthat, tehát orvosi ellátás, gondoskodás, stb. De az emberré válás az egy folyamat. Ugye? Az elkezdődik a petesejt vándorlásával a méh felé, akkor, hogyha találkozik, nem egy, mindig egy ondósejtről beszélünk, egy ondósejtnek esélye sincs, hogy megtermékenyítse. Általában az 5-6 sejt, mert a petesejt védve van több burokkal, és azon át kell hatolni ahhoz,
enzimatikusan le kell bontani ezeket. És minden a spermiumnak a fejébe van egy ekroszom, ami enzimeket tartalmaz, és lebontja ezt a védő réteget. Szóval ez egy komplikált folyamat. De az egy nagy lépés. A következő nagy lépés a beágyazódás, és ott a nő eldönti, hogy befogadja vagy nem fogadja el. Ez nem egy, általában nem egy tudatos döntés, de a női test, hogyha nincs olyan hormonális állapotban, az a pre-embryó nem tud beágyazódni a méhfalba. A méhfalnak akkor sokkal nagyobb lesz a vérellátása, meg minden, és akkor betűtel. Szóval ez egy nagy lépés. A következő nagy lépés az a méhlepény kialakulása. Mert a méhlepénynek a fele az anyától jön, a fele a magzattól jön, és a méhlepény kiválaszt hormonokat, ami kényszeríti az anyát a fenntartására. Tehát onnantól kezdve ez a magzat egy szó legnemesebb értelmű vett paraszita. Bizony. Ja? És ez a paraszitikus lét, ez a születéskor ér vége az első lélegzetvétellel. Akkor a vérkeringési rendszer átalakul, és ahelyett, hogy a vér minden keringésben a méhlepényen menjen át, az lezárul, és minden a keringésben teljes egészében a vér átmegy a tüdő. Na most ez az embriói létben, vagyis a magzati létben, ez nem történik meg, mert a tüdőben nincs oxigén. De ha jól értem, Laci, akkor ez kortól és kultúrától függ, hogy mikortól védik a magzatot. Vagy azt egyéni mondod, védelem. Egyéni védelem, igen. Tehát most nem egy ilyen általános jó kívánság, vagy a létező vagy nem létező jogra. Különböző országokban különbözőképpen szabályozzák, tehát azért lényegében a kulturált államokban engedélyezett bizonyos körülményekkel, bizonyos határidőig, bizonyos hétig, hónapig az abortusz. De ez változik országonként, mint ahogy mondom, ha én jól emlékszem, akkor a Biblia azért mégiscsak a lélegzetvételtől számítja embernek az ember. Azt mondod, hogy a görögök attól kezdve számoltak az embriókat, hogy megrúgta az anyát belülről. És valamelyik országban 12 hetes terhességig lehet, van ahol 10 hetes terhességig lehet abortuszt kérelmezni. Mindenhol van valami eljárásszabály, de hogy ez változik. Mitől függ? Bocsánat. Szállőtt tartva, hogy ugyanazt akarjuk elérni, én nem tartom elég jónak ezt az érvényt. Az ugyanaz az az, hogy, hogy minél kevesebb abortusz legyen, kevesebb, de ha kell, akkor lehessen. Igen, tehát nem megtiltani, szó sem lehet róla, fogamzásgátlás, női jogok, felvilágosítás, oktatás, stb. Szabad döntés, mit tudom én. Tehát ezekben mind teljes mértékben egyetértünk társadalompolitikailag. De én ezt nem tartom elég jó érvényesnek, noha nem vonom kétségbe, hogy mindenben igaza van, amit biológiai értelemben erről a dologról mondott. Ugyanis a mostani technika és tudás szintjén egyszerűen nem mondhatjuk. Milyen alapon mondanánk azt, bármelyik ponton ennek a kezdődő életnek a folyamatának bármelyik pontján, hogy ez nem élet. Idáig nem, innentől igen. Ma, amikor az egészen pici, lehet, hogy az első pár napban még nem, de aztán pár nap után már ultrahanggal látjuk, képalkotott technikák ki tudják mutatni. Miért mondanánk, ott mozog, pulzál, nem tudom, mit csinál. Mire fölmondanánk, mondhatnánk azt, dönthetnénk mi úgy, hogy ez nem élet. Egy héttel később pedig már igen. Amikor kialakult a szíve, vagy amikor, mit tudom én, a szeme, vagy az ujjai. De hát ezek már nagyon hamar, nem is helyeselném, hogyha valami olyasmi határt húznánk meg a
abortusz tilalomra, tehát hogy amikortól kezdve már nem szabad elvégezni az abortuszt, amikor ezek a fontos szervek láthatóvá válnak ultrahangon, mert az sokkal korábban van, mint amikor még mi nálunk szabad elvégezni az abortuszt. Tehát egy 8 hetes magzatról az anya esetleg még nem is tud, de ha megnézik az ultrahangon, akkor már sok minden testrésze jól kivehető. Tehát én nem szeretném, hogyha valami olyasmi tulajdonságához kötnénk az abortusz tilalmat, vagy az engedélyezését, ami az életét szabad szemmel láthatóan és bizonyítja a számunkra. Tehát én ezért nem tartom ezt jó érvelésnek, hogy azzal támasszuk alá az abortusz relatív szabadságát, mert ugye ez relatív ez a szabadság természetesen, nem minden körülmények között, nem minden magzattal szemmel lehet elvégezni a terhesség megszakítást, bizonyos kortól kezdve már nem szabad, ugye? Tehát relatív ez a szabadság, de nem szeretném, hogy nem tartom jónak, hogy ezt az érvelést az abortusz elvégzések relatív szabadságának mellett azt ahhoz kötnénk, hogy most ez zigóta vagy nem zigóta, hogy mennyire él vagy mennyire. De muszáj, hát szóval ezért mondom, hogy el kell fogadni, hogy fokozatosan, folyamatosan válunk emberé, és a halálunk pillanatáig az egészet el tudjuk cseszni úgy, ahogy van. Tehát, de hogyha most visszamegyünk... De ez jobb, barát. Hát ez így van. Más életével kapcsolatban nem biztos. De mindenképpen például itt van az a változó kor, amikor életbe lehet tartani a magzatot a méhen kívül. Hát nyilván, ha egy másik kategóriáról beszélünk, szóval nyilván vannak különbségek, amikor nincs esély a méhen kívüli életbe tartásra, és attól kezdve, amikor van. Ez is egyre csökken, ugye? De mondom, hogy ez változó, de lényegtelen, van ilyen. Na de ez azt jelenteni, hogy éppen, hogy megszabad engedni az abortuszt, mert már nem az anya dolga felnevelni a gyereket, 4 hónaposan már ki lehet kapni az anyából, és egy izébe egy lombikban szépen felnevelni. Jó, akkor öt. De vannak ilyen esetek, amikor az anya olyan egészségi állapotban van, hogy tudják, hogy nem tudja megszülni a gyereket, sőt, nem tudja 9 hónapig, és akkor húzzák orvosságokkal mindennel, hogy kihúzzák addig, amíg életbe tudják tartani a magzatot. Tehát vannak különbségek, de itt az anyának a lélektani kérdés is szóba van. Szóval az kell, a törvény azért jó, hogyha a bizonyos határokat szab meg, mert az anyának el kell dönteni az előtt, az időpont előtt, mielőtt annyira nyilvánvaló annak a magzatnak a léte, amikor már heteken, hónapokon keresztül érzi, hogy van benne ez a mozgolódó élet, nem szabad hagyni, hogy addig várjon, mert csak hát még hely ráérünk arra még. Ugye? Szóval nagyon fontos, és itt jön be a kérdés. Na jó, de akkor Laci, meg kell kérdezni, hogy szerinted hány hétig adnád be ezt a döntési szabadságot meg a nőknek, hogy legyen művi terhesség megszakítás, tehát a magzat, vagy az embrió hány hetes koráig? Én azt mondom, hogy most, hogy a tablettával egyre több gyakorlatunk van, másképp kell gondolkodni az örökről a dolgokról. És még nem alakult meg a tablettás abortusznak a kultúrája. Hát ezt a KVMP-től, vagy a kormánytól függ, nem is most. Hát a Pálfitól függ, akkor biztos, hogy nem. De ez mindenképpen nagy. Ez a Bécsbe járunk majd. De mégis, te biológus vagy orvos vagy, tehát nyilván van egy véleményed. Mindenképpen az első trimester az amire korlátoznám. Mert akkor mi történik a második trimesterben? Már idegrendszere van, vagy... Nem az a kérdés, hogy az embriónak mi van, hogy az anyának mi van. Most az anya mi az anyának a viszonya? Különben vasárnap a hó szerint, az any vagy hó, azt mondja, hogy 500 gram ez a... ahogy 500 gram előtt abortusznak számít, 500
gram után kora szület számít az. De ez a természetes abortálásnál mondják ezt. Igen. A WHO. Tehát az a WHO. 500 gram. De ezek változnak. Ez is változik. A mostani. Ez az első trimester továbbra is. Mert a jelenlegi szabályozás is tulajdonképpen ezt mondja. Ezt mondja, igen. Én azt mondom, hogy az egy határ, de a határok, törvényes határok azért vannak, hogy tudjuk, hogy meddig lehet menni, de az egy normális társadalom... De az hogy alakult ki? Tehát miért pont, tehát miért van Magyarországon a magyar törvényben ez benne? Hát... És máshol is van a 12 hét. Valamit ki kell mondani. Az össze, amit az elején mondott a professzor úr, hogy amikor az abortusz, mint egészségügyi rendszeren belül alkalmazható eljárás elkezdett elterjedni, a kötőtűről átértek az orvosi műtőkre a gyakorlat szintjén, akkor még nem voltak ezek a képalkotó technikák, és akkor tényleg ehhez az első trimester addigra bizonyosodott meg a terhesség, tudták kitapintani, végezték el azokat a már teszteket, igen, tehát mit tudom én, a 30-as, 40-es, 50-es években rendszeresen végeztek már abortuszokat, kórházban, orvosok, és Magyarországon is tudták. Múlt kultúra. Igen. 930-ról beszélt. Úgy értem, hogy tömegesen. Tömegesen, igen. Az már nem azt mondom, hogy mindenki, de már sok ilyen volt. Abortuszok száma nem változott az utóbbi, amik is visszatudnak. Egészségügyben elvégzett abortuszok, tehát az orvosi... Hát mit nevezünk egészségügynek? Most én mondom, hogy tehát a szabályozás az kötődött a szervezet egészségügyi ellátás gyakorlatához, tehát ez a jogi szabályozás. Nem kötődik a tudományhoz? De épp ezt mondom, hogy először még, amikor ezek kialakultak, ezek a szabályok, hogy hány hétig szabad elvégezni az abortuszt, akkor az volt a gyakorlat, hogy körülbelül egy-két hónap voltam. Azért feszegettem ezt, bocsánat, hogy mert ugye a Laci most elmondta, hogy a zigóta, meg preembrió, meg embrió, hogy mégiscsak van egy, tehát ugye nem egy megszületett emberről beszélünk, hanem egy ember lehetőségéről beszélünk egy embrió esetében, de valamilyen különbséget a szabályozás valami alapján tesz. Ezt értem, Anna, amit mondasz, hogy akkor lehetett kitapítani, meg megmondani már, de valamihez kötődik. Azt gondolom, hogy kialakult, hogy van a 10. hétig, 12. hétig. Hát ugye valami, tehát itt egy mechanikai dologról van alapvetően szó. Mondjuk aki látott már abortumot, egy 10 hetes abortum, az még valami picike, amely picike kis placentája van, nincs nagyon beágyazódva a méhbe, nem okoz nagy sebet az eltávolítása, se a méhen, se a hormonális rendszerbe. És ahogy haladunk előre, az egész egyszerűen az időben egész egyszerűen egy nagyobb baj. Igen, de nagyobb kockázat. A másik határ is kérdés, hogy miért nem előbb? Azért, mert ahhoz meg még túl pici előtte, hogy az akkori technikával. Előbb, hát a kétnapos... Kétnaposat is lehet már diagnosztizálni. Még annyit hadd mondjam, a spontán abortuszok is ugye ebbe az időszakban szoktak lezajlani. A spontán abortuszok az első hónapokban. Tehát innét alakulhatott ki az a gyakorlat, hogy valahol határt kell húzni. Ez a kötelező, mert különben nem tudom a kérdést szabályozni. Tehát ha engedélyezni akarok valamit, és nem akarom törvényt kívül helyezni, akkor kell egy határt húzni. A határt az józan orvosi megfontolás szabta meg, hogy körülbelül a 12 hetes magzat még nagyobb baj nélkül eltávolítatok. De ez most a nő szempontja, doktor úr, amit mond, ez az anya szempontja. De azt mondom, hogy az anya szempontjából van ez a korlát. Hogy az anya szempontjából van. Jó, tehát nincs egy olyan... Lélektani, fiziológiai, minden szempontból. Világos, tehát nincs egy olyan szempont, hogy az embrió akkor már ezt vagy azt tudja, mint embrió. Ismerjük az emberi természetet, ugye? Hogyha nincsenek határidők, akkor mindig azt mondod, majd holnap. Tehát én ezt egy normális dolognak tartom, hogy azért kell hogy szabályozni kell. Hogy ne azt mondja mindig, hogy holnap, és akkor végén 6 hónap terhes, és akkor már kórházban nem csinálta. Nem, nekem csak az volt a kérdésem, hogy az embrió szempontjából van ez a 10-12 hét, vagy az anya szempontjából? Mind a kettő szempontjából, de főleg szerintem
az anyát kell elsősorban figyelembe venni. Igen, ezt értettem meg. Kinek a szabadságáról beszélünk? Köszönöm a kérdést. Kinek a szabadságáról beszélünk? Az összes emberéről, bocsánat, de az enyémről is. Az önéről, igen, az enyém. Miért? A tiédről is. Hát korlátozottan. Ha már ott tartunk, hogy abortusz, akkor az én szabadsági jogaimnak a jelentős része oda van. Akkor már utóvéd harcot vívunk. Az én szabadsági jogaim nőjé addig tartanak, amíg nem terhes. Az ő szabadsága az addig teljes a gyermekvállalás, nem vállalás tekintetében, amíg nem esett teherbe. A férfi szabadsága azonban még azután is tart, hogy ő akar-e, vagy ők együtt akarnak-e, tudnak-e, képesek-e, lehet-e vele, mit tudom én, fölnevelni azt a gyereket, aki beindult. Tehát azt gondolom, hogy ha a nő szabadságával akarunk foglalkozni, akkor foglalkozunk azzal elsősorban, természetesen az abortuszt nem akarom levenni a napirendről, egyrészt ezért vagyunk itt, másrészt ez egy nagyon fontos probléma, de először foglalkozunk azzal, hogy ha a nő szabadságával foglalkozunk, hogy hogyan lehet megoldani azt, hogy nem kíván terhesség ne történjen, tehát hogy ne essék teherbe. Ez egy egész más téma. Ez szóval. Nem egy egészen más téma, mert többek között azért is, tehát az abortusz, most itt mondok egy nagyon eretnek dolgot, és remélem élve távozni fogok tudni innen. Fix, garantáljuk. Ez kicsit élet azért. Tehát azt lehet mondani, hogy van egy kis értelme. Csak összegyűltek fele férfi, nyugodtan. Van egy kis értelme a relatív tilalomnak. Tehát annak, hogy ez egy nehéz ügy az abortuszt keresztül vinni a szabályozáson. Mert nem korlátlanok így a lehetőségei a férfiaknak arra, hogy teherbe ejtsék a nőt, egy nem kívánt terhességet előidézzenek együtt ők. Na most egy nagyon nehéz ügy ez, hogy ezt ki akarja, ki nem akarja. Nagyon nehéz, szokták mondani, hogy a nők is felelőtlenek, ők sem védekeznek. Olyan is van, hogy megfogan, és utána mit tudom én, bosszúból elveteti, tehát ő akarja, mit tudom én. Ezer ilyen eset van, de ezek mögött, a dolgok mögött a tudatosságnak egy bizonyos hát elferdült vagy nem elég fejlett szintje is meghúzódik. Nincsenek eléggé fölkészítve az emberek arra, hogy mit akarhatnak egyáltalán. Én emlékszem olyan időszakra... Panni, várj egy picit. Te most azt mondod, hogy ha a korlátok között is, de 10-12 hétig az abortusz engedélyezett, akkor a férfiak szabadsága korlátlanul megmarad, a nőki eleve már amiatt, hogy abortuszra kell menni, és egy nem kívánt terhességre már önmagában egy szűk sávra korlátozik. Még szerencsé, hogy azt eldönthetik, hogy a megfogalmazatot, amelyet mondjuk erőszakban, vagy egy nagyon rossz helyzetben fogantak meg, azt ne kelljen kihordaniuk, hála Isten, illetve hála rendszer. De már a szabadságról. Szabadságról olyankor beszélni, amikor azt a döntést kell meghoznom szabadon és önként, hogy elabortáltassam a terhességemet, hát szabadságról beszélni. De hát ez a szabadság. Hát mi értelme a szabadságnak, hogyha egy olyan dologról beszélünk, aminek szó sem lehet, hogy korlátozzák, ugye? Hát például a szabadság, nem gondolunk minden nap 10 000-szer arra, hogy nekünk szabad lélegzetet venni. Ugye? Hát vannak dolgok, amit ha valamit meg akarunk tenni, akkor megkérdezzük magunkat, hogy ez szabad-e megtennem. Vannak más dolgok, amik annyira természetes, hogy nem kérdezem meg magam, hogy szabad vagy nem szabad. Na most, hogyha akarunk beszélni... De azt nem kérdezem meg magamtól, férfiként vagy nőként, hogy szabad-e védekezés nélkül belemenni abba a faktusba. Nem kérdezem meg, mert ott a másik szabadságjogom, hogy utána, ha mégis úgy sikerült, akkor elmennek a bortuszra. Ezerszer nem akarok itt túlhozni. Kicsekedni? Sok százszor megkérdeztem nőktől, hogy most szabad-e, ugye? Igen. Ugye az ember, hogy hát biztos vagy benne, hogy most lehet, vagy valami ilyesmi. Hát ez még azelőtt volt, hogy elkötettem a vászdeferencemet, mert hát azért a férfiaknak is kell vállalni. Igen, azért azt, Laci, gondolom elfogadod, hogy különböző kultúrában rendelkező férfiakra élnek. Csak például itt nálunk is. Tehát van, aki megkérdezi, van, aki nem kérdezi meg.
Na jó, van, aki azt mondja, hogy nincs pénzem. Van, aki utána kérdezi meg. 810 millió terhesség van évente a világon. 810 millió évente. Abból 36%, 80 millió ember, vagy 80 millió terhesség, abortusz. Ez 10%, Enrique. De 810 millió terhesség, és abból 80 millió... Mondom, hogy 10%. Ja, 10%, igen. 10%. Ebben nem vagyok. 80 millió az abortusz, igen. Abortusz van. De ez nem sok technikai kultúra, nem is az ultraham, meg stb. 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 Kultúra. Abból a rengeteg abortuszból a kultúra befolyásolja, hogy rengeteg abból az abortuszból, rengeteg 20, 18, 15 éves gyerekek is vannak. Ezek a gyerekek nem tudják, hogy kell videkezni. Meg kell tanítani. Fontos, amit mondasz, de... Például az óvodától kezdve ezt tanítani. Fontos, amit mondasz, de én talán az Annánál olvastam, vagy máshol, hogy legalábbis Magyarországon az abortuszoknak több mint a kétharmada házasságban egy-kettő-három gyerekes anyák, több mint a kétharmad. Igen, a világról beszéltem. De most mi meg Magyarországról beszélünk most, de a világra is igaz az természetesen, hogy az abortusz elkerülése az nem a tiltás útján érhető el, hanem a fogamzásgátlás útján és a felvilágosítás útján. Tehát természetesen abban nem vitatkozunk, hogy az abortuszt valamilyen korlátok között ne kéne engedni, de azon viszont vitatkozunk, hogy én filozófiailag azon, hogy kinek a szabadságáról beszélünk, arról vitatkozunk szerintem, és arról is vitatkozunk, hogy hogyan helyes érvelni úgy, hogy azok is elfogadják a mi érveinket, akik másmilyen ideológiai alapokon állnak. Akiknek a zigóta szent, akiknek a zigóta szent, azoknak tiltva van a fogamzásgátlás. Egyrészüknek igen, másrészüknek nem. Hát akiknek szent a zigóta, azoknak tiltva van szó. Kiről van szó? Már akinek szabad fogamzásgátlást. Hát, a nem katolikus vallásos embereknek... Mégis vallásos. A megfogant magzat, vagy zigóta, vagy embrió az egy szentség, de nem csak vallásosaknak, hanem... másoknak ezt, is. Viszont a fogamzásgátlás az helyén. Hát mondjuk egy buddhista... Azt nem tudom. Abból kevés van, de a hindukot közvetlenül hinduk, tudom. Hinduk mit csinálnak? Hát az attól függ. Sanjay Gandhi, a Gandhinak a fia, azért halt meg többek között, mert hát ez népesség probléma volt Indiában, és ő azt találta ki, egy ilyen mozgalmár gyerek volt, ilyen szabad csapatokkal körbevett falvakat, és ők nagyon tisztelték a nőket. Ezért a férfiakat vették, hogy mondjam, célba, és nyisz. Most attól kezdve egy szegény indiai meglátott egy postást, üvöltve menekült be a dzsungelbe. Most nem viccelek, és többek között ezért... Ezt most nem értem, de nem baj. Egyenruhája volt? Hát katonák. Igen, igen. 5 millió férfit elrejtetett ki a Sanjay Gandhi, aki a akkori... Békebarátja. Na mindegy. Szóval ez egy elég sajátos. India, igen, nem bár, de az India azért probléma, mert a hindu vallás is szentként tiszteli az életet. Tehát náluk ez föl sem merül. Mi a helyzet a fogamzásgátlással? A másik pedig az, hogy nem működik. A vallásuk, a filozófiáik nem engedik. De én az előbb azért hadonáztam, mert félreérthető voltam, és én nem azért szóltam, hogy mindannyiunknak, mert mint férfi akartam megszólalni, vagy ne adjuk te macsó. Hanem azt akartam volna, és menjünk vissza a filozófiára, ha lehet, hogy minden embernek, ha nő, ha férfi, van egy jobbulus ebben az ügyben, és mondja el, és ebből majd valami kijön, olyan, amilyen. És ez egyébként nagyon jellemző minden egyes országra. Még egy mondat, nem tudom, kiolvastam, az Indexen volt egy nagyon jó cikk, hogy a magyar nők tömegével egyen nagyobb tömege megy el Orszájában. Mi van, erről fogunk még beszélgetni, mert ezt a Lacit akarom erről a dologról, a fogamzásgátló tablettáról. Nem, ez az abortusz tabletta. Abortusz tabletta, igen, bocsánat, igen. Pont a fiatalok kapcsán, de te akartál az előbb valamit mondani, hogy akinek a zigóta szent, az
Hát annak általában a fogamzásgátlás is tiltott. Na de pont nálad olvastam, hogy még a keresztény egyházba is a középkorig. Abszolút. Hogy is volt? Ment az abortusz, ment a fogamzásgátlás, minden ment. És akkor mikor lett ez a radikális fogamzásgátlás ellenesség? Az ipari forradalomban volt a nagy ügy, amikor sok színre volt szükség, a legolcsóbb és legjobb bányászok a gyerekek voltak, mert Angliában sok helyen ekkora a szín. És akkor gyerekekre volt szükség, és akkor rájöttek, hogy hát itt túl sok gyereket, leendő munkást elvetélnek. Hát de hogy kapcsolódik az anglikán egyház és a pápa? Hiszen elvártak egymástól. Ezek nem. Az egyház sokáig nem törődött ezzel a dologgal. Angyalcsinálásnak nevezték az abortuszt. De azt hiszem, hogy itt most már eltemeljünk olyan területekre, hogyha akarunk beszélni a fogamzásgátlásról, beszélhetünk róla, az is egy nagy probléma, mert ugye hát nyilvánvalóan itt Magyarországon nem csak azért vannak az abortusz ellen, ugye már mondják, hogy fogyik a magyar, és hogy hány gyereket vetélnek el. Nem, az abortusz tablettáról akartalak titeket kérdezni. Hát az abortusz tabletta az pillanatnyilag a legjobb módszernek tűnik, hogy mennyi ideig nem tudom. Ez a Pálfi István a Mészáros Antóniával egy műsorban, reggeli műsorban megkérdezi az Antóniát, tudja maga, hogy mi van ebbe az abortusz tablettában? Sav van benne. Lesavazzák a magzatot. Szóval ez az, ami borzalmas. Urálisan, de lesz, és lesavazza a magzatot. Igen. Ezek az emberek, akik meg... Ugye, hogy csodinak nem savaz, utána itt se, aztán itt se. Ezeknek meg kéne... Csak ott. Meg kéne nézniük, hogy ez a K betű, a KDNP betűjel. De nem, azért kérdezem ezt a abortusz tablettát, mert ugye úgy kezdtük a beszélgetést, hogy mi az aktualitása, annak, hogy van-e most aktualitása, hogy az abortuszt lehetőségét szigorítja a kormány, vagy sem, és erről beszélgettünk az elején. És ugye most az történt, hogy föláll a parlamentbe két nagy eszű, mond valamit, a miniszter, vagy akkor még államtitkár csatlakozik hozzá, és egyszerűen megszűnik az abortusz tablettának az engedélyezett és az összes hatóságon átment szabályos, értem, hogy sav van benne, de ma, ugye most kérdezte az Erike, hogy Bécsbe ott nincs sav benne, ott a savmentes abortusz tablette van. Szóval, hogy nem, azért érdekes, mert az az egyik érv, hogy miért kell az abortusz tablettát nem engedélyezni, mert hogy pont ezeknek a fiataloknak a felelőtlensége, akiről most az Erike beszélt, akik csak így ripsz-ropsz mindenféle helyeken, ahol zene szól, meg együtt vannak, csak úgy piff-puff összefekszenek, meg állva is, tehát hogy és hogy a felelőtlenségük nő, mert utána csak hopp be kell egy gyógyszert kapni, és akkor már ilyen volt. Amit utána kapsz be, az nem. Amit utána kapsz be. Igen, kapsz szót. Azt posztironnak hívják. Igen, eredetileg az RU864-es, az az abortusz tabletta, az kettő, ugye? Mert az egyik, az meggátolja a terhesség fönntartását, blokkolja a hormont, ami fönntartja, és a másik, a prostaglandin derivatív, az, hogy kilökje az abortumot. Igen, de van a fogamzásgátlás. Yeah? A fogamzásgátlásnak vannak különböző fajai, a mechanikus, a hormonális. Nem mondom, hát, ha tudjuk. Igen, de a fontos dolog... Bár fölteltem a kérdést a férfiaknak. A fontos dolog az, nem vizsgáztatjuk most. Nem. A fontos dolog az, hogy a pápa
mindent tilt, ami fiziológiailag, lélektanilag elfogadható. Az egyedüli, amit nem tilt, az a ritmus vagy a naptár metódus. Na, ami értelmetlen, ennek van egy új változása, az Ogano, aki... De nem értem, hogy miért pont azt nem tiltja, mert a Bibliában pont úgy van, hogy akkor kell legalábbis az Ószövetségben összefeküdni, amikor teherbe lehet ejteni az asszony, de mindent, nem értem, mert nem olvasta a Bibliát, de mindent. De a másik kiadás. Pont akkor kell, ami zsidóvallás szerintem. Nem, amit most a pár... Kötelező. A kell meg a kötelező között, vagy a különbség? Jó. Amit a pápa elfogad... Amit a pápa elfogad most, sőt, amit ajánlanak a második vatikáni zsinat óta, ez az úgynevezett Ogano metódus, ami nagyon jó, baromi jó, hatos, hasznos, az azért fejlesztették ki, hogy azok a nők, akik nem tudnak teherbe esni, azoknak a teherbe esését elősegítsék. Tehát ez úgy működik, hogy a nő megvizsgálja a méhszáj, a nyálkahártyájának a konzisztenciáját, és abból tudja, hogy mikor ovulál. És akkor kell a férjet gyorsan fölhívni, és siess haza, mert... Come on! Na most, ez a módszer fantasztikusan jó erre a célra, mert ha mégse sikerül teherbe esni, akkor majd jövő hónapban. De a fogamzásgátlásra használod, akkor hiába mondod azt, hát most nem sikerült, majd jövő hónapban sikerült. Ugye? Szóval nem alkalmas fogamzásgátlásra ez a metódus. Na most, ami folyik... Köszönöm, látom, támasztod. Ami folyik a parlamentben, különösen a K, mindig hangsúlyozom, KDNP, mert ezek nem tudják, hogy a K az keresztényt jelent. Ugye? Kuruckodást, vagy kurváskodást, nem tudom, hogy mit jelent, de nekik az, hogy mi a kereszténység, halvány dunsztrukció, mi a jézusi tanítása, a jézusi szellemiség. De a pápa se tudja, miért tudnák ők? Hát szexről sokat tudnak a pápák, de általában fiúkkal csinálják, úgyhogy nincs veszély. Ezt én nem támasztom alá, általában az egyház tagjai között vannak olyanok, de pont a pápa, én ezt nem... Hát pont a pápa, hát nem tudom, nem lényegtelen. De az Anna viszont azt Annának viszont meg szeretném adni a szót, mert hogy azt mondtad itt közben halkan, hogy te bizony ezzel egy kicsit egyetértesz, hogyha van egy viszonylag könnyű abortálási lehetőség, tehát hogy még egy kórházi körülmény sincs, vagy nincs műtéti helyzet, tehát nincs egy ilyen invazív. Hát de egyébként van kórházi helyzet, tehát azért az nem olyan egyszerű ügy, ez az abortusz tabletta se, tehát nem kell azt gondolni, hogy 24 óra után hat. Igen. Úgy tudom. De hogy a felelőtlenséget most növeli, de vagy... Hogy úgy mondjam, kulturálisan növeli a felelőtlenséget, ha nem jól bánunk vele. De az mit jelent? Úgy értem, hogy most megint csak a női jogok szempontjából beszélnék én itten, és nem vitatva azt, hogy ismét leszögezem, hogy nem megtiltani kell az abortuszt, vagy korlátozni, pláne nem az abortusz tabletán, hanem jól bánni ezekkel, mert nem teljesen hülyeség tartani attól, csak ezek rosszul tartanak tőle, hogyha túl könnyű hozzáférni az abortuszhoz, az nem a nők felelőtlenségét növeli, hanem a férfiakét, akiknek ez még kevesebb gátat szab. Jó, hogy könnyen megoldja úgyis. Majd beszedi azt a tablettát, kifizetem neked, elmegyek a patikába és megveszem, na hát ne anyukám. Tehát hogy ez az ő kockázat, ez így is, úgy is fájdalmas, kockázatos, veszélyes, és érzelmileg is, megterhelő, igenis nem lehet, nem mondhatjuk rá, egyikünk sem mondhatja a másik emberre azt, hogy bármilyen icipici kis zigóta van benne, ha már tud róla, akkor nem billen meg a lelki egyensúlya attól, hogy ő most mit tesz, amikor ezt elabortálja, vagy mi lenne, ha ez megmaradhatna neki, vagy mit tudom én, akármit, tehát nekünk kívülről még egy nőnek, se egy férfinak semmi esetre sincs joga erről a kérdésről kívülről ítéletet mondani,
ez egy nagyon nehéz ügy, egyáltalán nem jó, nem szép, nem helyes, nem kellemes, nem veszélytelen, egyik se. Úgyhogy... De mégis kevésbé veszélyes, mint egy műtéti beavatkozás. Biztos kevésbé jó, veszélyes. Jó, tehát azt mondod, hogy tulajdonképpen azt a fajta felelősség elhárító férfi magatartást tudja erősíteni. Igen, igen, vagy ugyanez, de nem problémás. Nagyon sok olyan, tehát nem magáról beszélek persze, nem magukról, meg rólatok, meg ugye a jelenlevőkről semmi esetese, de hát nagyon sok olyan férfit ismerünk, és tudjuk, hogy vannak, akik a joguknak tartják azt, hogy egy nőhöz hozzáférhessenek, és csinálhassanak, amit akarnak. Már és minden, bármikor. Bármikor. És egyáltalán hozzáférési jogként kezelik a témát, és ezt a dolgot kéne leginkább kezelnünk ahhoz, és ezzel is kéne foglalkoznunk, és átgondolnunk akkor, amikor azt a kérdést föltesszük, hogy most kinek a szabadságáról beszélünk itt. Mert ugye az egyik, amit általában mondani szoktak, hogy a gazdnők, ezek az önző alakok, ezek meg akarják ölni az élet ígéretét, amely bennük fejlődik, és hogy jönnek ki ehhez, és hogy általában azt a konfliktust szokták fölvetni, és arról folytatják, mint egy kényszerítve bennünket erre a vitát, hogy a nő vagy a gyerek, kinek az érdeke. És én ezt egy nagyon káros és hamis, és eredményre nem vezető kérdésfeltevésnek tartom, mert az én véleményem szerint az érdekelentítő sajnos az egymást esetleg még szerető férfi és nő között van. Vagy minden esetre a felnőtt és a szabad döntés birtokában, az aktusban belemenő felnőttek, és az utána, hogy utána a nő között. Mert igazából ő sérül itt a legjobban. Nem tudom, hogy... Egyetértesz-e ezzel? Hát itt nagyon komplikált területre megyünk. A szexualitásnak az egész kérdésköre ugye az a kulturális, oktatási kérdés, amiről lehetne egy külön misét tartani. Hogyha az abortuszról beszélünk, akkor a kérdés az, hogy a mai világban mit nevezünk abortusznak. Ugye van a esemény utáni tabletta. Azt abortusznak nevezhetjük? Nem. Hát miért nem? Van, aki annak nevezi. Ezek abortus, a K-betűsök, ezek annak de miért? Ettől kezdve miért nem? Az abortus annyit jelent... Az esemény utáni tabletta úgy működik, hogy nem tud megtapodni a méhfalba, nem? Ezt nem tudod, hogy terhes vagy-e, vagy nem. Ott nem tudod, hogy terhes. Még nem is tudod, tehát. Azért hívják esemény utáni tablettának, mert 3 napon belül, vagy nem tudom, 72 órán belül működik. De az végül is nem működik, hogy nem engedi, ha terhes vagy. De a lényeg nem tudni meg, hogy terhes vagy-e akkor vagy. Igen, ez igaz. A lényege nem csak lélektani, hanem amit a Gábor említett, ugye, hogy amikor már megvan a beágyazódás, akkor a kortól függően hát nem egy sebet, de amikor leválik a méhlepény a méhfalról, hát lehet egy sebnek nevezni, de hát nem egy seb hivatalosan. De most az abortusz tabletta azért kell 2, hogy kilökje a görcsöt. Épp úgy kimegy, nem kell hozzá ez a második tabletta, hogy kilökesse. Szóval az ideális a fogamzásgátlás, a második legjobb metódus az esemény után, hogyha belátják, hogy a férfi bevallja, hogy még sincs elkotva a vázdeference, és a nő megnézi a naptárát, és rájön, hogy hát igen, pontosan a legfogékenyebb ciklusomban vagyok, és akkor beszedi ezt a tablettát. Na most ezzel az abortuszoknak, mit tudom én, 80%-át meg lehet előzni. És nem szabad sose 100%-ra menni biológiába, mert a 100%-hoz
például egy 100%-osan biztos kondomhoz gumiabroncsból kéne csinálni. Nem 100%-os, ugye? Szóval ezek nagyon-nagyon fontos lenne az oktatásban, és bevetve. De hát amíg ott van a KDNP, akkor eddig erről szó sem lehet. Mert ez aztán tényleg növelné az úgynevezett felelőtlenséget. Hát nem tudom, hogy például én azt mondom, hogy egy lány, aki a szerencséje van, egy évben egyszer le tud fektetni egy fiút, ugye? Annak őrültség, hogy minden nap beszedjen egy tablettát. Hát annak a logikus dolog az, hogy amikor volt egy szerencsés éjszakája, akkor másnap beveszi ezt az esemény utáni. És nem most akkor ezt mondd el fordítva is. Igen. Hogy egy fiú, aki le tud fektetni egy évben egy lányt. Hát igen, az én is ezt erre szeretném. Egy fiú, aki egy évben egy lányt tud lefektetni. Az ne kötesse el, hanem húzzon koton. Vagy ős, férfi hormonális fogamzásgátlók is vannak, és vannak. Mindegy. De még ezért a hagyományos mechanikus elköttetéssel kiderült, de vannak már ezek már jó 30 éve, amikor Olaszországba utaztam vonaton, és egy nagyon kedves amerikai tanárnő volt velem szemben, és elkezdtünk beszélgetni. És amikor rájött, hogy én orvoskutató vagyok, akkor azt mondja, hát mi az olaszok annyira előrébb vannak, mint mi? Hát itt van ez a férfiaknak ez a tabletta, és mondom, igen, hát az a esemény utáni tabletta. És akkor egy fél óra múlva kapcsolja, azt mondja, mi, hogy lehet az esemény után a ezt úgy hívják, hogy aspirin. Szóval ez jó a fejfájásra. És azért némely férfinak megfájdul a feje, amikor másnap arra gondolnak, hogy valaki teherbe jöttek. De tényleg van férfiak. Nem a lelki ismeret, ezt van, meg, szóval van már a férfi fogamzásgátló is. Igen. De akár van, akár nincs. Én úgy tudom, hogy van, de akár van, akár nincs. Én is csak meg akartam fordítani a képletet. Itt a fiúk, azok is ahelyett, hogy súlyos és hosszabb távú következményekkel járó eszközöket alkalmaznának egész életükben, hogy csak évente egyszer tudnak egy lányt lefektetni, ők is használhatnak, tarthatnak a zsebükben egy csomagnyi gumit. Hát, de nem lehet tudni, hogy a 365 napból melyik lesz ez az egy. Melyik lesz az egy? Lehet a zsebébe. És lánynál is lehet. Lehet, a lánynál is lehet, így van. Lánynál is lehet. Na most én tudom, nem tudom, mikor mi fiatalok voltunk, az nem volt nagyon rég, de azért elég rég volt, akkor például nekünk maximum az... Maximum 30 éve, nem? Hagyjuk ezt. Akkor nekünk az volt mondva, de a vízcsapból is az folyt, hogy gumiba csinálni. Nem mosunk lábat. Igen. Igen. Zokniba nem mosunk lábat. Igen. Tehát én ezt kaptam képzésgyanánt. Tehát azt hittem, hogy annál borzalmasabbat nem lehet kívánni egy férfitől, mint hogy gumit húzzon. Hát ez szörnyű, ez megengedhetetlen. Tehát lehet nem ezt mondani a lányoknak, biztos most már nem ezt mondják, tudom. De lehet azt sem mondani a lányoknak, hogy semmiség az az abortusz, csak elmész és visszajössz, vagy tabletta. Persze, ha kell, meg kell csinálni, el kell nekik magyarázni, biztosítani kell, lehetővé kell tenni, de a fiúknak is esetleg el kéne mondani, hogy ez nem semmiség, hogy ez nem olyan könnyű dolog, hogy ezt, akit szeretsz, azzal kapcsolatban meg kell kerülni, akit nem szeretsz, azzal kapcsolatban is el kell kerülni, mert az neki egy sérelem, egy fájdalom, egy borzalom, egy rémület, stb. Lehet akár. Tehát, hogy nem kéne ezt azért ilyen lazán kezelni, mint hogyha ez pusztán csak a KDNP-nek a merénylete volna a szabadságjogok ellen, hanem ez tényleg egy szörnyű dolog, ezt azért... Tehát, hogy nem kéne úgy csinálni, mint hogyha mi ezt akarnánk. Jó, ez volna egy valamit mondhatok, hogyha az állam minden valóban mutatsz felelősséggel gondolkodik, főleg a KDNP, akkor hogy történhet az, hogy én éppen tegnap vásároltam és elmentem így az óvszerek előtt. Igen, a legolcsóbb, hát igen. Na igen. 600 valahány forint a három darabos. Hát igen. Na most én visszaemlékszem, hogy az én szexuális szokásaim és befogadható napi mennyiségem, az meghaladta
nagyon gyakran a három akkus. De hát, és akkoriban... Most a fiatal koromról beszélek. Az aktusonként több mint 200 forint. Igen. Ma. De, a sarkon többet kérdezik. Szóval valóban, hogyha zsebpénzből élő kamasz, aki már aktív, mondjuk azt, hogy 16 éves, vagy 17 éves. Most erre mondhatok valamit? Igen. Nemrég megnéztem, hogy melyik országban hogyan bánnak ezzel a témával, és egy csomó olyan európai országot látunk, Franciaország jut eszembe, ahol fiatal korúaknak ingyen adják. Lazán, egyből. És lehet, hogy vissza fog élni vele, és oda fogja adni egy 19 évesnek az ingyen kapott. Odaadja apunak. Igen. Még az ügyet, hogy 12 éves túlkolónak fogja használni. Még ezt is elviselni. Azért az olimpián 100 000 koton tettek le, és rövidesen meg kellett a... Jó, igen. Sportolók nagyon aktívak. És milyen dolgok? Tablettás fogamzásgátló, és az összes többi mechanikus fogamzásgátló. És a zselétől kezdve az összes, most nem sorolom fel, hogy mindent lehet használni. Iszonyatos árban van. De annyira így van. Ez egy nagyon nagy probléma. Tehát addig, ameddig nem gondoskodnak arról, hogy tényleg mindenki hozzájuthasson, nem csak megvehesse, hanem ismerje, be legyen tanítva, hogy hogy kell használni, melyik hogy hat, kinek mi a jó, hol kell tanácsot kérni, mikor váltasz, mit tudom én. Tehát ezt állandóan nyomni kell a fiatalokba, egész kiskortól kezdve. Amíg ezt az állam nem csinálja, addig menjen a fenébe az abortuszával. Tehát addig beszórakozom meg. Nem, én nem mennék be ebben a témában, mert itt kezdünk itt tényleg nagyon részletekben. A tény az, hogy egy normális, szexuális életnél nagyon-nagyon nem jó a kondom. Szóval akik szeretnek egy kis variációt az életükbe, és mondjuk szeretik a vaginális és az orális szexet keverni különböző sorrendekbe, hát nem lehet, hogy most leveszem, fölveszem. Miért nem lehet? Még több koton keverni. Mennyi? Még többet. Még többet. Én most hallottam az elmosható kotonnak a történetét. Hosszátok meg velünk! Nem csak a koton van, hanem egy állandó kapcsolatra már. Tehát ugye a koton, az előbb mondtuk, arra tartjuk, hogyha alkalmi aktusokban megyünk, hogy legyen nálunk. És hogyha nem vagyunk fölkészülve rá a többit, amelyek akár mechanikusak, mert behelyezett, akár hormonálisak, vagy vegyiek, attól függ, hogy melyik milyen, azt pedig például be lehet vetni egy állandó kapcsolatnál. Hát azért... Laci, az a probléma, hogy az a gyógyszer, amit 21-28, most nem tudom melyiknél, hogy végig kell szedni, vagy csak 3 hétig, amikor én utána szedtem, akkor csak 3 hétig kellett még, annak az állami támogatása is iszonyú alacsony. Tehát az a lány, aki meg akarja oldani a fiú helyet, hogy ne kelljen, nem tudom, napi 600 forintot elköltenie, az a gyógyszer is, ahelyett, hogy lenne egy magas, mondjuk egy 80-90%-os állami támogatás, ahelyett egy 30%-os van, és emiatt nagyon drága. Mennyibe került? Egy három havi adag, az 10 000 forint körül. 7200 a három havi. Mondjuk, hogy ezt egy kamaszlány maga fizeti ki, mert ha anyu fizeti ki, akkor rendben van persze. Hogy... Főleg, ha anyu nem munkanélküli, nem egy de még anyunak sem. Tehát, és hogy még csak egy lánya akkor még van. Egy lánya van, és akkor még nem ruháztatta, és nem etette. Szóval, ezzel nagyobb problémák vannak. Egyre inkább a nők elhalasszák a teherbeesést a 30-as éveikre. És az baj? Ez annyit jelent, hogy 16 évig majdnem minden nap bekapott egy tablettát azért, hogy ne essen teherbe. Na most ennek lélektani hatása is van, és fiziológiai hatása is van, és akkor csodálkozik, hogy 35 éves korában nem tud teherbe esni. Szóval itt egy egész más, azért mondom, hogy egy annyira más terület, erről érdemes lenne beszélni, de egy nagyon más terület. Tényleg érdemes beszélni. Ugye nem oda fogunk akkor konkludálni, hogy az abortusz jobb, mint a fogamzásgátlás. Nem, szükséges, ez egy kiegészítő, mert nincs 100%-os fogamzásgátlás. De
Nem. De azt mondtad, Laci, hogy koton nem, gyógyszer nem. Nem, én azt mondom, mindennek megvan a maga helye. Nem, az, mégis csak a naptár marad. Hát ott a pessárium, ami nagyon jó bevált, eszköz a hölgyeknek, nincsenek kiszolgáltatva, akkor teszik föl, amikor szükséges, mármint a üveik pessárium. Értettem, hogy mire gondolod. Ugye van fölhelyezett spirál, ami... Fölhelyezett spirált azért nem szokták legalább egy terhesség előtt fölrakni. Tehát ezt nem szokták. Vannak esetek, amikor felrakják. Jó, de az nem... De nem, nem ez a gyakorlat. Nem az a gyakorlat, hogy ugye szokták, hogy... Koljon az megint más. Mert a spirál a legegyszerűbb, csak azt nem szokták. A spirál az úgy hat, hogy egy gyulladást okoz. Az csak félig mechanikus. De erről beszélhetnénk egy hétig, én azt mondom, ne beszéljünk erről, mert nyilván minden kornak megvan a maga problémája. Például, hogyha beszélünk a naptármetódusról, lehet, hogy ez a házaspár gyönyörű szépen betartotta, eljön a nő 45 éves, megszűnik a vérzése, hogy a francba használja a naptármetódus. Sehogy már nem kell. Dehogy is nem. De, mert akkor még lehet még nyugodtan teherbe esik. Most, hogyha akkor teherbe esik, ugye, akkor mit csinál? Boldog nagymamája lesz a gyerekének. Szóval, de akár 50 éves kor fölött is megesik, becsúszik egy-egy ilyen. Szóval megvan az a kor, például... Ez egyébként már 30 éves, Amerikában az orvosok, nincs rá törvény, de az orvosok nem ha vállalják a vászdeferenc elkötéseit, hogyha nincs két gyereke, és még akkor is... Már a pasi értelmet elkötni? Igen. Hát a vászdeferenc az a nőknek nincs vászdeferenc. De akkor, ha nincs már két gyereke? Igen. Nálunk három kell ahhoz, hogy elkössék. A férfinak három gyereke? Igen. Hát oda megyünk és tanúskodunk, hogy amilyen. És igen, akkor is el kell menni egy szép helyre, ami volt az a film, aminek az eleje jó, de különben pocsé. Csak szex és semmi más. Ott láttátok ezt a helyet, ahol lefejik, illetve a férfi ad egy donációt. Na most ezt nekem is meg kellett tennem ahhoz, hogy lehessék. Hogyha mégis akarnak. Igen, kellett egy bizonyítvány. Hogyha mégis. A férfinek a jogait figyeljük, hogy védik? Nagyon. Vesszük az adást? Ez nem jó kérdés. De hogy? Azonban mondom, hogy sokkal több a női jogász, mint a férfi, és ők hozzák a törvényt. De a férfi jogász. Beszéljünk a női jogra. Itt volt ez a hölgy, bemegy az orvoshoz, nézd a doktor úr, négy gyerekem van, nem tudok több gyereket vállalni, csinálja meg nekem ezt a kis operációt. A doktor azt mondja, hát nézze hölgyem, ez egy elég komoly operáció, miért nem küldjé be a férjét, az 10 perc és végül. És hogy segítene az engem? Szóval a nőknek a jogához szerintem, ha arról beszélünk, a nők jogát korlátozza, hogyha a férfi vállalja a fogamzásgátlást. A nők jogát korlátozza? Miért is? Mert akkor a nő megvan... Nem. Oda van kötve az egy pasihoz, jól érted? Igen. Nem lehet gyereke, ahogy olyan pasitól, ami már el van kötve. Miért van oda kötve? Hát ez nem, ez... Laci most azt mondta el, hogy ha több promiszkus a nő, akkor az nem elég. Több szeretője van, akkor védekezzen ő, de ha egy szeretője van, akkor védekezzen a... Egy szeretője van, rengeteg, de vannak olyan csinos... Akkor majd döntést hoz a védekezésre, de vannak olyan csinos... Akkor még megvan a szabadsága. Olyan csinos kéményseprők vannak. Hát most nem lehet a nőnek a jogát a jó szexhez korlátozni azzal, hogy a férfi... Jó, de az Anának igaza van, hogy akkor ha... alkalmilag a kéményseprőt egyszer meg, akkor tényleg lehet a kotont is húzni. Tehát ott van neki a három inge mögött a zsebébe,
ott van neki a kotonya, a kéményseprő jön, koton előveszük, kész. Kéményseprőnek a seprő mellett. A fémje. Kéményseprőnek tudja, hogy van koton. Hogyne. Ilyen forgalom mellett. Ilyen forgalom. A férje megtalálja a koton. Majd kidobja, hát ez az ő dolgok. Mari, na hát most hagyjuk meg a közönségeket, mert nagyon régóta beszélünk. Szeretném egy keményebb aspektusát fölvetni az abortusz kérdésnek, főleg Magyarországon. Amiről mi most beszélgetünk, ez egy polgári millió felfogása. Mondom én, aztán nem biztos, hogy így van. Hát azért engem ebben az ügyben nagyon gyakran az foglalkoztat, hogy vannak ugye olyan szociális rétegek Magyarországon, akik közelében nem kerülnek ilyesminek. Női jogok, férfi jogok, semmilyen jogok. Most én nem fogok megnevezni népességcsoportokat természetesen, hogy hát mi van ővelük abortuszügyben, meg nem abortuszügyben. Na most, ha az állam... Most egy picit tanulatlanabb rétegekről beszélünk. Természetesen. Szerintem szexügyben máshol van a tanulás, meg a nem tanulás, de tehát nem az iskolához kapcsolódik a szexuális felvilágosultság és persze, a szexuális persze. Kultúra meg végképp. De ez probléma. Hát ez súlyos ez probléma. Súlyos probléma. Én így érzem. És azt kell mondanom, hogy most a, itt járt Magyarországon két héttel ezelőtt. Nem iskolához kapcsolódik? Egy svájci, egy zürichi önkormányzati fő fickó, aki az ottani Flora Dóra nevezető intézményt vezeti, amely egy szociális munkát végző szervezet, amely az utcai szociális munkát végzi, eredetileg drogosokra és hajléktalanokra kiképezve, de mostan magyar prostituáltakkal kénytelenek dolgozni, mert azok lették el a Zürichi utcán. És ezek a magyar prostituáltak, ezek itt eljöttek és elmondták ezek a forradórás svájci urak, hogy hát kénytelenek vagyunk nekik szexuális felvilágosítást nyújtani, mert amit nálunk az iskolában tanítanak, azt ezek itt nem tudják, hogy mitől lesz a gyerek. A prostituált? A prostituált, magyar prostituáltak, bizony, akik bizony. Ott kint vannak a Zürichi utcán, azok az iskolában, azt, amit a zürichi gyerek megtanul az iskolában, azt érdekes módon a magyar gyerek nem tanulja meg az iskolában. Tehát azért volna itt a mi állami szerveinknek dolga, a gyerekeknek megtanítjuk a kreszt, hogyha lelépsz a járdára, akkor először balra nézel és utána jobbra, ezt minden gyerek megtanítják az iskolában, mert egy csomó mindent még ezzel kapcsolatban, kicsikortól verik bele a fejébe, ugyanolyan kicsikortól kell azokat a szabályokat a gyerekek fejébe beleverni, amelyek a nagyon is hamar bekövetkező szexuális életük ismerre föl fogja őket készíteni. Ezek a gyerekek, akik aztán a prostitúcióba kerülnek, ezek egészen kicsi gyerekkorban darálódnak bele a szexbe, és semmilyen információjuk nincsen az egész. De egy vallásos kursus, és nem sok bors. Az ő hibáját nem tanultam a leckét. Ez igaz. Azt nem. De milyen leckét tanuljon meg? A cigány gyerek milyen leckét tanuljon meg a zsákfaluban? Milyen leckét? Ahol? Mondjuk a zsákfaluban, a putriban. Hát van nekem a csúcs az volt, amikor egy betegem megkérdezte, egy hölgybeteg, mert műtéten esett át, és mondtam, hogy vigyázzon, hogy ne terbe essen, egy 16-17 éves lány volt, és akkor megkérdezte, miért a baszástól lesz a gyerek. De mégis jó helyen kap vizsgált. Valamit sejtett. Nem sejtett. Nem lehet, hogy ironizál. Azért kérdeztem meg, mert én mondtam neki, hogy ne ilyen most védekezzen, nem életérés közben. Megkérdezte, nem cigány. Komolyan? Miért gondolják? Szerintem a cigány gyerek sokkal felvilágosultabb a otthonról. Élő tévében látják ott. Nem élő tévében. Mit látnak az élő tévében? Úgy idézőjében te a tévét. Nem. Szerintem egyszer más a viszonyuk a mindegy, szerintem sokkal természetesebb. Kevésbé prüdek. Te kevésbé prüdek, igen. Nem? Nem. Nem így van. Nem. Ez egyáltalán nem igaz. Nem így van. Ez egyáltalán nem igaz. Képzeljétek el, hogy nemrégiben előadást tartottam vidéken, azt hiszem ez Nyíregyházán volt, egy cigány, helyi cigány szervezet által szervezett rendezvényen, és ott is hát ugye
Igen, Nyíregyházán volt ez, éppen onnan bocsátják ki ezt a sok prostituáltat, akik ellepik Nyugat-Európa nagyvárosait. És hát erről a dologról beszéltem nekik, hogy ez hogy kezdődik, meg mik a problémák, meg mit tudom én, ilyesmikről beszéltem. És hát én ilyenkor elég szabadszájú vagyok, és igyekszem úgy beszélni a dologról, hogy meghallják azok is, akik becsukják a fülüket. Tehát én csúnya dolgokat szoktam mondani, arcra szarásról, meg ilyesmi. Tehát, hogy mi a prostitúció, tehát nem kellemes szexi izé, amivel még pénzt is lehet keresni, ugyanazt csinálják, amit mi, mindannyian szeretjük, csak még pénzt is keresnek, milyen jó nekik, hanem hogy ott olyan borzalmas dolgok történnek, és hogy el szoktam mondani, hogy mik. És akkor fölállt a cigány önkormányzat vezetője, egy férfi, és azt mondta, hogy egy nagyon decens, elegáns úr volt az illető, és azt mondta, hogy ne haragudjak, és nagyon tisztában érzi, de kikéri magának ezt a hangot, és az ő köreiben ilyesmikről nem szokás beszélni. És hogyha ő kimegy a strandra, akkor csak akkor megy ki a strandra, ha az ő lányunokái nincsenek ott. Mert ő nem fog levetkőzni a lányunokái előtt. És ő náluk a családban ilyesmikről nincs beszélve, és ne is haragudjak. És ezt itt nagyon részletesen elmondta, és akkor megkérdeztem tőle, hogy és akkor ki fogja megvédeni a maga lányunokáit a szexuális erőszak ellen, hogyha maguk erről a dolgról otthon nem beszélnek. De, bocsánat, nekem ilyenkor az a szerepem, hogy provokatív legyek és üssek, mert udvariaskodásnál, ahogy elnézem, nem jutottunk sok eredményre. De ez kétségtelen, hogy nagyon gyakran kapom azt cigány, illetve roma közösségektől, hogy erről egyáltalán nem beszélünk. És ettől aztán még sokkal inkább kiszolgáltatottak mindezeknek a bajoknak, amelyek őket még inkább érik, hogyha minél rosszabb anyagi, szociális és egyéb helyzetben vannak, annál inkább kerülnek veszélybe ez a téren is. Ez csak időkülönbség, mert a háború előtt ugye az úri középosztályban egyáltalán nem beszéltek a szexről. Nem csak az, hanem a szomszéd asszony, amikor terhes volt, áttelefonált az anyámnak, hogy ne legyenek a gyerekek az ablaknál, mert most kimegyek a taxihoz. Mert a gyereknek nem volt szabad látni egy terhes asszonyt. A terhességet rejteni kellett, mert ugye akkor hogy van az, hogy a gólya hozza a gyereket, ugye, és stb. Olyan tudatlanság volt, és ugye hát akkor a frigiditás az rengeteg regényben, irodalomban olvashatunk róla. Hát ilyen felnevelés után a 18, mert elég korán mentek férjhez a lányok, mondjuk 20-21 éves lány, annak teljesíteni kellett a házassági kötelességét a nász éjszakán. Ja? És akkor ugye innen származik, hogy a férfinek volt szeretője, mert hogyha a nő a legkisebb jelét mutatta, hogy élvezi a szexet, akkor ő nyilván egy kurva, és akkor de a férfiak szeretik, hogyha a nők élvezik ők a szexet, hát akkor volt a szerető, aki akkor is megjátszta, hogy élvezi, amikor nem élvezte. Szóval ilyen azért sokat haladtunk azóta, de nem a társadalomnak minden rétege. Én nekem meggyőződésem, hogy ez teljesen különböző korokban, különböző társadalmi rétegekben egész máshogy volt. Mondjuk egy Móra regényt olvasva, hiába ugyanúgy a 920-as vagy 30-as években járunk, semmiféle frigiditás probléma vagy olyan dolog nincsen, hogy ne ismerné a parasztlány vagy a parasztfiú a nemiségnek, ne hallott volna ott vagy. De azért mondom, hogy ez különböző korokban, különböző kultúrákban teljesen. Mit gondolsz, miért élveztem a kitelepítést? Élvezted? Nagyon. Igen. Szóval azt gondolom, hogy ez, hogy mi most gondolunk valamit arról, hogy a különböző társadalmi csoportokban ez hogy van, de én értem, hogy az iskolában el kellene kezdeni a méghozzá elég hamar a gyerekeket arra. Én már az óvodára tudnék programot ajánlani ezzel a témával kapcsolatban, de a kisiskolától kezdve rendszeresen végig a tananyagban benne kéne lenni az egyenlőségen alapuló öröm szerzésre irányuló szexszel kapcsolatos oktatásnak, és természetesen annak, hogy a szex az szerességgel járhat.
és azt csak akkor kérjük, amikor akarjuk, egyébként pedig így lehet vele kapcsolatban elbánni, hogy ne legyen belőle. Ez egész kicsi kortól kezdve, és újra, tehát több éven keresztül, több korosztálynak, más és más színvonalon újra és újra oktatni kéne, hogy még azok sem maradjanak ki belőle, akik 5., 7., 8. után kimaradnak az iskolába, és nem 4. gimnáziumban kell szexuális felvilágosítást tartani, meg ilyesmi. De most az általános iskola van ilyen oktatási programok? Nincs. Van szexuális felvilágosítás esetleg, de oktatás nincs. Tananyagban, tudom, tehát úgy kéne oktatni az iskolában, mint most már kell oktatni az állampolgári ismereteket, meg ilyeneket, tehát az élet, az egészségtannal az életetesség. A lovaglás. Mert a testjóra. Hát igen, szóval ennek benne kéne lenni a tananyagban, és többször is visszatérően, hogy nem mondhassák a Karintival, vagy nem tudom leírni a nevemet, mert hiányoztam, amikor az I betűt tanultuk. Tehát, hogy azon az órán nem voltam ott, akkor egész életemre kiszolgáltatott leszek, hanem ezt rendszeresen is. Ez az egyik ok, amiért tanítani kell, hogy majd amikor felnőttek lesznek, akkor ez benne legyen. Az tanulják meg, hogy a szexnek a célja az öröm és az élvezet, nem pedig az erőszak, nem pedig a hatalom, nem az egyoldalúság. Ezt a kicsi kortól kezdve ezt oktatik el a gyerekeknek. És a másik, ami miatt fontos lenne ezeket a dolgokat kiskortól kezdve oktatni, hogy akkor kiderülnének a gyerekkori abúzusok. Mert ezek olyan szinten vannak látenciában. Olyan szinten vannak látenciában, akkora tömeget érintő problémáról van szó ezzel kapcsolatban. És ez az, ami megalapozza a gyerekkorban elkövetett tömeges abúzus, amit a gyerekek ellen elkövetnek rendszeresen, és ma is, és mindenütt, és nem csak az alacsony néposztályokban, magasabbakban is, még magasabbakban is, mindenütt. Ez milyen adatra? Ne haragudjon. Elmondom, hogy hát egyrészt abból lehet tudni, hogy egyszer, nem, elég régen Magyarországon volt egy megyére, vagy két megyére kiterjedő látencia vizsgálat, valamikor a 90-es években volt, és az 40-szeres látenciát hozott ki. Mennyi? 40-szeres. 40-szeres. De hogy mérték a látenciát? Mi az abúzus? Hát minden, ami kiskorúval szemben. Szexuális visszaélés. Hát most az, hogy a szakirodalom szerint abúzus már pornofilmet futtatni a gyerek előtt is akár. Tehát nem csak az, hogy hozzányúlna. De mondjuk a mindenféle szexuális közeledés, nem kívánt érintés, és hát a szex. Rengeteg Írországban, Csillán is, mindenhol. Rengeteg, minden olyan országban, ahol végeznek kutatásokat, óriási számokat. Egy házon belül is. Igen. Egyházon belül azok kezdenek kiderülni szépen. Igen, de... Pillanatra, ha már ide tévedtünk. Szóval én nem tudom, hogy ezt a kérdést a helyén kezelik-e. De én is voltam kamasz, voltak izületi problémáim, ezért a Lukács fürdőben, ami egy közismert homoszexuális hely volt, kellett járnom STK-ból kezelésre. Nem egyszer, nem kétszer, nem háromszor, megjelentek olyan férfiak, akik úgy mondták, hogy őket érdekli a görög irodalom, ez az. De hát azért ez nem szexuális abúzus, meg szexuális zaklatás. Hát ezzel sem értek teljesen egyet, mert verbálisan is lehet zaklatni. Nem, de... Szóval soha nem volt tapizás, vagy valami, nem mentek tovább. Nem, abban a korban, nagyon ritkán. De sokféle... Édes tova 60 éve. Én most elmondom, hogy az én volt férjem az 34-ben született, és szintén nagyon szeretett ugye fürdőkbe járni. Most ne firtassuk, hogy vajon akkor ez abúzus vagy nem abúzus volt, de ő beszámolt arról, hogy kis fiúkorában bizony fogdostak a különböző fürdőhelyeken az idősebb pasik. Én szerintem egyetlen nő sincs ebben, akit nem érték szexuális abúzus ebben a társaságban szerintem. Lehet olyan férfiakkal is előfordul, de mit értezem? Kiugrok a nadrágomból, amikor ezek... Az is abúzus. Ez nagy nyilvánosság előtt elkövetett abúzus. Én nekem... Ha a nővértől el akartam valamit érni, akkor mondhattad neki, és mondhattad neki, Pirike, rátettem a kezét, legyen szíves,
csináljam meg, és elmagyarázta. Na most, a fiam az Heidelbergbe járt egyetemre, és ott dolgozott az intenzív osztályon. Fizikus volt, de abból írt, hogy ott dolgozott. Azt mondja, hogy az olyan szörnyű volt, hogy a ágyak között, ha az egyik nővér ott valamit matatott, és neki el kellett menni, és véletlenül hozzáért a nővér fenekéhez vagy hátához, mert arra kellett mennie, eszébe se volt a nagy német tramplival kikezdeni, akkor neki már félni kellett, hogy szexuális zaklatás miatt följelentik, vagy ellenfélyes tesznek. Egyébként nem így van. Figyeljen oda rá, hogy ne érintse meg a házára. De én most nem az a figyeljen oda rá, hogy ne érintse meg a házára. A szexuális zaklatásról tartsunk egy napot. Át szeretnék menni. De igaza van az Annának, ez egy önálló és a Lacinak is. Ez a szexuális zaklatás, ez egy önálló kérdés, vagy privát azért én majd mesélek magának, hogy verbálisan is lehet zaklatni. Látenszia mellé miért jöttünk vissza. Meg ez a kultúrák különbsége is, meg hogy mi van nálunk, meg mi van másutt, meg mit tanultak meg ők, hogy hogy szabad mozogni, meg mit tanultunk meg mi, meg hogy itt egy ez nővér... Ez abszolút kulturális kérdés. Ez egy abszolút, egy csomó mindentől függ. De most ebben tényleg nem menjünk bele, mert a szexuális zaklatás az egy akkora nagy téma, hogy az tényleg egy önálló estet kéne tartani. De az Annának az odra maga teljesen igaza van, így van. Hogyha a gyerekek időben fölvilágosultak lennének, akkor pontosan tudnák, hogy a szomszédbácsi, a nagybácsi, a nagynéni, a stb. Mit csinál olyan, vele, és hogy az belefér abba a határba. Ezek a gyerekek, akiket iskolába akarunk szexre oktatni, vagy szex ellen oktatni, vagy védekezésre oktatni, ideális körülmények között ezeknek a gyerekeknek vannak szülei. Ideális körülmények között. És a nagy baj az, hogy a gyerekek nagy az életi, az a gyerekeknek a megérése nagyon különböző. És hogyha olyankor beszél szexről, amikor arra nem kész az a gyerek, és ez nincs szinkronizálva egy osztályban. Tehát Laci, ezek megoldható, most muszáj elmesélni egy saját életanekdótát. Az én fiam olyan 11-12 éves volt, és volt egy pár könyv, ami azt gondoltam, hogy segíti őt abba, hogy megismeri a szexualitást, meg tanuljon róla, és hogy kint hagyogattam ezeket a könyveket, és pár év múlva kérdeztem tőle, hogy ezeket úgy megtalált-e. Hogy rámszett azt, hogy ezeket már 9 éves koromban elloptam tőled. Tehát a dolog az nyilvánvaló, hogyha olyan a család, ahol a Kámaszutrát veszi le a polcról, vagy hasonló könyveket, akkor már 9 évesen ellophatja, én is az osztálytársaimat 10 évesen fölvittem, és az apám polcáról levettük a Kámaszutrát. De ha nem olyan a család, hogy a könyves polcon van a, nem tudom, a szervirától, nem tudom. Na most van internet, van, nyilván 13-14 éves gyerekeket már nem fogsz 1000 TV csatorna közül nem fogod egyfél pénzt szerelni, pornót néz, vagy nem. Van internet. Egyébként meg az internet nagyon nagy baj, hogy olyan dolgokat kapnak az interneten, ami a pornóiparnak a terméke, és azt hiszik, hogy így kell bánni a nővel, hogy neki akkora farkának kell lenni, legyen, így hogy ezt így kell csinálni, hogy mondjuk nem lehet ezt kihagyni, két nem pasi lehet nem beszélni erről, azért mert meg kegyetlen kedve, meg szóval, hogy nem biztos, hogy ez a helyes, hogyha ehhez jutnak hozzá. Na de ráadásul ez az egész... De eltörül kérdezlen, ezt nem fogják megszüntetni az interneten, szóval én örökké megszülni. Azt mondja az Anna, hogy bizony x éves korba, én arra emlékszem, hogy a Dávid fiam kicsi volt, akkor volt olyan óvodásoknak készült, nagyon vicces könyv volt, hogy hogy születik a gyerek, és akkor volt a vonat, meg az alagút, meg a kukac, meg az alma, meg hasonló ilyen egészen blőd hasonlatok arra, hogy mi a közösülés, de 5 vagy 6 éves gyerekeknek készült, tehát azért volt ez a... Most van ez internet, és ez egy elkülöníthetetlen faktor, és nem fogják megszüntetni az internet, a gyerekek akkor is fogják megnézni a pornót, és mit tudom, hogy micsoda, és akkor hogyan lehessen róla beszélni. Most még egy érdekeset tudok mesélni, hogyha szabad anekdotázni. Én elég sokat vagyok kénytelen találkozni olyan külföldi szakemberekkel, akik valahogy prostituáltakkal kerülnek kapcsolatba. Én nem kerülök velük kapcsolatba prostituáltakkal, mert mi nálunk nincs ilyen ellátás. De van alkalmam beszélni holland, meg svájci, meg egyéb szakemberekkel, akik elláttak a prostituáltakat, és ugye a magyarokat látják el, de sokat exportálunk. És a múltkor Jáván egy holland
rendőrs csoportját Magyarországon pár évvel ezelőtt. Eljöttek ide Magyarországra megnézni, hogy milyen ország ez, ahol így bánnak a nőkkel. És akkor ennek, hogy mármint, hogy olyan eredménnyel jár ez a nőkkel való bánás, ahogyan ők látják a Hollandiában. Ilyet még ők látszak. Komolyan mondják, láttak már sok mindent, de ilyet, ahogy ezek a prostituáltak tartalmak, hát ez el kellett jönni Magyarországra körülnézni. Ebben a két hetes itt-tartózkodás során egyszer meghívtak bennünket is, és kikértek minket, hogy mi tudunk erről mondani. És akkor a rendezvény szünetében éppen ebédeltünk, és ebédkor én az egyik nő mellett ültem az asztalnál, és ővel beszélgettem, kérdeztük egymást, hogy hány gyereked van. Ilyeneket lazítottunk, és ő neki volt egy kamasz fia, arról mesélt, és ott ezzel csak azt mondta, hogy de azért nálunk is nagyon nehéz. Hollandiában vagyunk, ahol ugye van egy ilyen szabadságkép, hogy tehát sokkal szabadosabban vannak nevelve a gyerekek, és hogy hát képzeljem el, hogy ő neki, mint anyának ez nagyon nehéz, mert ezeknek a gyerekeknek a számára a szex és a szerelem teljesen elvált egymástól, és ő, mint anya, a kamasz gyerekével egyszerűen nem tud, hogy bánni ebben az ügyben, mert teljesen külön választják azt, hogy majd egyszer esetleg szerelmesek lesznek, meg esetleg megnősülnek, meg esetleg gyerekük lesz, attól, hogy van a szex. Ez két külön. És azt, mint valami ilyen közömbös, érzelmileg nem érzelmi tevékenységet űzik. Ennek az anyának, aki a 40-es éveiben járt, ez egy megrázó tapasztalat volt. Tehát én azt akarom mondani, hogy egyáltalán nem baj, hogyha megpróbálunk beavatkozni ebbe a folyamatba, és nem hagyjuk, hogy ide fajuljon, mert szerintem az, hogy a szexualitás, először is azt mondom, hogy a szexualitás az egy abszolút emberi kulturális termék, tehát az nem biológia, az a párzás, a szaporodás, az tartozik a biológia oldalára. A szexualitás az egy kulturális termék. Ez egy kicsit tágabb dolog, mint a... Igen, vele a szerelem, meg ezek az érzelmi sallangok, amelyek sokszor fölöslegesek, de sokszor nem, azok is emberi, kulturális termék, és el lehet veszíteni. Tehát ahogy egyszer csak lett, úgy egyszer csak majd nem lesz. És persze úgy is biztos lehet élni, szaporodni, megtermelni, csak szerintem nem lenne olyan jó. És hát most úgy látom, hogy ez a... Szerintem ez a szerelem dolog, ez nem működött a 19. századig, de mindegy, erről Voltak változatai, amik működtek biztos, de... Tehát ez nem egy régi dolog, ez a szerelem. Nem olyan nagy. De a szexuális kultúra sem olyan. Vele megtanítani nekik azt, hogy az egész embernek kell az egésznek belenni, és akkor nagyon fontos, csak azt akarom mondani, hogy ez nem egy túl régi gondolat az európai kultúrában, hogy szerelem meg a szex összekapcsolódik, vagy a szerelem meg a házasság. Tehát azért az a 18.-19. századig nem kapcsolódott össze. Sőt, kimondtan szétvált. Hát én azt hiszem, hogy szerelemféltésből rengeteg embert megöltek a történelem folyamán. Lehet, hogy ezt átkéne. Nézd, ott kezdődik az egész, hogy... De nem voltak házasok szok esetben a szerelemség. Amikor az ember kialakult embernek, tehát annyit jelent, hogy úgy döntött az emberi faj, hogy mi az eszünkkel fogunk megélni ebbe a világba. Elvesztettük a karmunkat, elvesztettük az agyarunkat, nem tudtuk magunkat megvédeni, mint egyének. Tehát csak mint társas lények tudunk megélni ebbe a világba. A társadalmi evolúciónak egy fantasztikus hatása volt, ami visszahatott a biológiai evolúcióra, a párkapcsolat. Na most ezzel, hogy mi a értelmünkkel akartunk megélni, nagyon nagy lett az agyunk. Az újszülöttnek olyan nagy a feje, hogy a teste teljesen megéretlen állapotban jön a világba. Tehát nagyon-nagyon intenzív gondozásra szorul, éveken keresztül. Ez fölértékelte a párkapcsolatot. A párkapcsolatnak egy lényeges része a szexualitás. Ugye? Hogy az a nő az egész éven keresztül fogékony a szexuális közeledéshez.
Az állatok általában van egy párzási szezon, 2 hét, 3 hét, legfeljebb 4 hét. Ez nem segíti elő a párkapcsolatot. A nő az, hogy a melle egész élete folyamán vonzó a férfi számára. Bizonyos kultúrákban a mell egyáltalán nem szexuális töltetű testrész. Ezt kimondja. Én olvastam erről valami tanulmányt. Például a kacsák. Életük egyszer kiválasztanak egy pár kacsát. Mi a folytatás? Fennülünk egy fajfejlődés csúcsán, és akkor azt mondjuk a kacsára, hogy hűséges, a tigris az vérengző, a róka ravasz. Ez az antropomorf világnézetünknek az elkerülhetetlen. Nem mondjunk ilyeneket. A kacsák egyáltalán nem. Én csak a hagyjuk fel. Mindegy, De a tény az, hogy most egy olyan korszakban élünk, ilyen átmeneti korszak. Ehhez nem vagyunk hozzászokva. Nem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy olyan szexuális képeket lássunk, hogy olyan nő és férfi modelleket lássunk, aminek nincs realitása. Ezek a szilikon dolgok, meg mi egymás. Szóval ez el fog múlni. Az emberiség ennél nehezebb dolgokat is tud el. De mi éppen ebben a korszakban vagyunk, amikor... Ugye, hogy a média olyan férfi és nőképet sugározza, aminek egyébként semmi köze nincs a valósághoz. Ez így van. Nem csak a valósághoz nincs köze, hanem még egy érdekeset csinál velünk minek nevezünk divat, vagy nem csodának. Azt üzeni, tehát egy olyan szépségideált terjeszt el közöttünk, amely azt üzeni, hogy mi addig vagyunk szexisek, és addig vagyunk kívánatosak, amíg majdnem olyanok vagyunk, mint egy gyerek. Most már a férfiaknak is borotválniuk kell a szexuális szőrzetüket. Idáig még csak a nőknek kellett. De most már ugye van a férfiaknak is. Azt, ami felnőtt, érett, a szexualitásra fogékony embernek ábrázolja őket. Szeretnél beszélni, akkor divatos szeretnél? Nem tudom. Látunk, tehát ugye mindenki tudja, hogy miről beszélek. Ha már egy nő nem lehet? Egy fogadóközeg, aki ezt beszopja. Hát mindenki beszopja. Nem a győzik, én nevelkedünk, bocsánat. Jó, de most a nők vonatkozásában 100%. Ez igenis terjed, tehát ez... A problémának probléma, de De nem, iszonyú sok fiatal lány, hogyha nem elég sovány, akkor ki van borulva, mert a manakerek soványa... A 12 éves lányok borotválják a lábukat. Nem baj, majd megnő, és akkor nem fogja akkor borotválni. Akkor is borotválni fogja. Hogy ne? Hát a jól Isten. Maga is rengeteget változott az életet. Én szeretném megkérdezni, a Lászlótól, miért van ilyen átmeneti korszakban vagyunk? Ez mit jelent? Hát... ez a média. Az evolúció folyamán dolgok nagyon lassan változtak. És az ember hozzá tudott szokni. Most különösen a háború után egy olyan gyors változás volt a szexhez való viszonyban, a szexuális, hát én gyerekkoromban nem láttam soha egy meztelen nőnek a képét az utcán. Hát most nem lehet két sarognél tovább menni, mint hogy... És akkor kénytelen vagy látni meztelen. Hát engem abszolút nem érdekel, szóval hidd el nekem, hogy ez annyira nem érdekel. Egy jó erotikus filmet szeretek, de még hogyha kicsit pornó, akkor is. De ez, hogy az utcán lássak egy nőt két lufbalonnal a mellén, hát nem tudom, szóval. Én ezzel úgy vagyok, hogyha a mell egy maroknál több, akkor meg minek? Ugye, hát az ember... Nem tud vele mit kezdeni. De ez a kétkezés.
Az az igazság, hogy most olyan korszakban élünk, amikor a média akar mutatni szupernő, és akar mutatni szuperférfi. Különben ezt mind a kettő már nem is nagyon létezik. Se a szuperférfi, se a szupernő. Mivel most már nem kell használni az őrök. Tudjátok, hogy egy dolog? Tudjátok egy dolog, hogy az X kromoszoma, az nő kromoszoma, ezer-egyszáz génje van. És az Y kromoszoma alig 74 génje van. Szóval az keletkezett, és a kutatók már tudják, hogy 3 millió éven keresztül a nőből lett a férfi. Most olyan korszakváltás van ténylegesen, amikor már az őrő és a férfire nem annyira szüksége. És a nő sok minden vállal, amit eddig nem vállalta. És ez szerint ezt a nagy különbség a hím és a nőstény között ére, mivel most már nem ugyanolyan. A háború már nem erővel, hogy hívják csináljuk, hanem gombokkal, vagy a mezőgazdasági sem. És akkor most a környezet, a környezet olyan, hogy tulajdonképpen a környezet közelíti a férfiakat és a nők egymáshoz. Biológiailag és mentálisan nagyon keszedetnek a hím és a nesti. Ez egy természetes folyamat. Erről majd beszéljünk külön, hogy 3 millió évvel mellett a nőből férfi. Tehát az evolúció elméletnek a társadalomra való egy az egybe alkalmazása újabb szema rendezvény. Enrikének erről egy egészen konkrét tanulmánya van, tehát ez egy kis könyve az evolúció. Azt hiszem, hogy a szema az nagyon jó név, mert az S az lehet szex is. Nagyon szépen köszönöm, most át fogunk menni privát beszélgetésekbe és kis csoportos beszélgetésekbe. Nem, ti is kaptok a zárszóra lehetőséget még. Még az utolsó szó jogát. Én az abortuszra visszatérve azt szeretném kiemelni, bár elmondtam elég szépen, de még egyszer ki szeretném emelni, hogy és azért, és vegyétek észre, vagy vegyék észre, hogy ez az egyetlen olyan női jogi kérdés, amit a férfiak nagyon gyakran beszólnak, és nagyon szeretik hallani a hangjukat. Jóban szeretném, a többiben is beleszólnának, és hallanak a hangjukat egyébként. Tehát nem ez a baj, hanem rámutat ez arra a dologra, hogy itt erősen megszólalnak az ő érdekeik, hál' Istennek, vagy észreveszik, hogy megszólalnak az ő érdekeik. Itt arról van szó, hogy az abortusz korlátozása egyértelműen a férfiak jogait is érinti. Természetesen örülünk, hogyha a férfiak nem hagyják emiatt az abortuszt korlátozni, de szeretném, hogyha fölfigyelnének arra, hogy a nők jogai viszont már ott korlátozódnak, amikor teherbe estek és nem kíván terhesség történik velük. Tehát amikor abortuszra kényszerülnek. Úgyhogy ne a nők jogainak a kiteljesedéseként éljük meg azt, hogy lehessen abortuszhoz folyamodni, hanem... Nem egy minimális szabadság. Így van, egy minimális kényszerű helyzetnek, amit lehetőleg el kéne kerülni. Tehát azért ezen nagyon kéne törni a fejünk. Laci, utolsó szó. Na, én azért örültem ennek a beszélgetés lehetőségnek, mert azt hittem, hogy arról fogunk beszélni, hogy miről szól az abortusz, hogy miről szól ez az alaptörvényben ez a mondat, és hogy mindenkinek, aki fontosnak tartja, hogy a nők legsajátosabb önrendelkezési joga ne csorbuljon a mostanihoz képest, annak szerintem kötelessége lenne, hogy kioktassa magát ezen a területen, egy olyan fokon,
hogy bármikor találkozik valakivel, aki mondjuk egy Pálfi Istvánnal, akkor tudjon érvelni. És egy Mészáros Antóniának, hogyha valaki azt mondja, hogy lesavazzuk a magzatot, akkor tudjon valamit mondani. Mert egy szót nem szólt el. Tehát... Mit kellett volna? Hogy hülyeséget beszél, kedves Pálfi? El kellett volna mondani, hogy mi van ebbe a tablettába, hogy ebbe egy természetes anyagoknak egy kis változással létrehozott a hatásról van szó, ami bekapcsolódik a női test normális működésében. És ahogy például beavatkozunk orvosságokkal egy csomó folyamatba, kezdve a felfájástól a hasmenésig. Ezek természetes dolgok, amik megtörténnek, de mi fölvállaltuk azt, hogy beleszólunk ezekbe a dolgokba. A teremtő úgy alkotott meg minket, hogy van értelmünk, hogy tudunk gondolkozni, hogy tudunk új dolgokat előállítani, és hogy az életünk fölött egyre inkább tudunk gyakorolni tudatosan olyan dolgokat, ami eddig tudat alatt működtek. A természet, az emberi test védekezik a baktériumok ellen különböző módszerekkel. Mi most azt mondjuk, nem várjuk meg, hogy a test védekezzen, és esetleg 3 hónap után meggyógyul. Mi azt mondjuk, hogy 2 hét alatt gyógyuljon meg, mondtuk ezt 10 évvel ezelőtt, most azt mondjuk, hogy hogy szedem ezt a tabletet, és 3 nap múlva még mindig lázam van. De? Szóval beavatkozunk ezekbe a dolgokba, természetesen be kell avatkoznunk a nemiségnek a következményeiben. És itt meg se említettük a szexuálisan terjesztett betegségeket, amik nagyon-nagyon fontosak. Például a kondomot nem azért találták fel, hogy védekezzenek terhesség ellen, mert a szerető nem baj, hogyha terhelve esik, a szifilisz ellen találták ki. Tehát, és most Afrikában a pápa nem engedi, hogy használják az AIDS ellen. Nem engedi? Nem engedi. Mert az nem az AIDS ellen. Mégis csak a 80%-uk lesz AIDS-esik, és nem van. Hát ez az egyedüli védekezés az AIDS ellen. Szóval ezzel kellett volna foglalkoznunk össze, és mivel nem tudtunk vele nagyon jól foglalkozni, nekem még azt sem van elég, mert olyan rengetegen vagyunk, hogy lehet, hogy nem lesz elég, de hoztam ilyen zsopiratokat is. Mi is hoztuk, úgyhogy igaza van a Lacinek, mert nem minden kérdésre tértünk ki, ezért mindenki mielőtt megy ki, vegyen az asztalról. De van nálam több. Vagy több. És akkor a legközelebb gyűlés előtt hittem vizsgáztatni. Mindenki. Csak az jön, de aki... hogy is van, hogy a 6. oldal... A minimum tesztet azt meg kell csinálni. 11. oldal utolsó bekezdés. Nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattatok minket. És... Na, és privátban lehet volt.